Timothy O'Brien a texasi dérparban lakott a családjával, a szülei és a kishugával. Édesapja Ronald O'Brien optikusként dolgozott a Texas State optikánál, Sharpson Houstonban. A második baptista templom diakónusa volt, ahol a kórusban is énekelt. Megbecsült tagja volt a közösségnek, lévén a helyi buszprogrammal is megbízva. 1974 Halloween éjszakáján O'Brien elvitte Timotit és a húgát csoki vadászatra a Pasadena texasi szomszédsághoz, egy szomszédjával és annak két gyermekével. Amikor csapatuk bekopogott a házba, de a lakók nem nyitottak ajtót, a gyerekek frusztráltak lettek, és a következő szomszéd felé vették az irányt, cukorkát keresve. Amikor O'Brien utolérte őket, 5 darab 21 hüvelyk méretű cukorbotot mutattak neki, amit ők kaptak. Amikor késő este hazaértek, a kis Timothy kérdezte, hogy megeheti a cukrot, amit ő és a barátai gyűjtöttek. A kisfiú alig tudta kivenni a porcukros édességet a plastik zacskóból, így édesre segített neki meglazítani a botokon lévő cukrozott port, mielőtt odaadta volna neki. Amikor megette, Timothy megjegyezte, hogy a cukor íze keserű, így édesapja adott neki egy pohár vizet, hogy lemoshassa a kellemetlen ízt. Hanem ezután Timothy gyomorfájásra kezdett panaszkodni. Ronald a fürdőszobába vitte a fiát, ahol ő azonnal erőteljesen hányni kezdett. De rosszul léte nem enyhült, sőt, a kisfiú hamarosan reszketni kezdett, majd összeesett a fődőszoba padlóján. Ronald magához ölelte a fiát, ám az hamarosan dermedten feküdt a karjaiban. Timothy O'Brien, mely a közeli kórházhoz vezető úton meghalt, kevesebb, mint egy órával a cukor elfogyasztása után. Timothy boncolása fényderítette arra, hogy az édesség, amit elfogyasztott, halálos dózisú kálium volt behintve. A szervezetébe került cián mennyisége elég lett volna ahhoz, hogy akár három-négy felnőtt emberrel is végezzen. Timothy mérgezett halloween édesség általi halál intenzív félelmet és paranoiát váltott ki a helyi közösségből. A délparkban lakó szülők közül sokan azonnal elküldték a rendőrségnek az összes édességet, amit gyermekük a Halloween-kori édességvadászaton szerzett, attól rettegve, hogy ugyanazzal a méreggel van meghintve. A rendőrségi kihallgatás során Ronaldo Brian közölte, hogy nem emlékszik pontosan melyik háznál kapták a gyerekek ezt az édességet. Azonban a felnőttek és a gyerekek csupán két utcányi házat látogattak az aznapi erős esőzés miatt. Ez pedig leszűkítette a keresési lehetőségeket. Az átkutatott házakban bizonyítékokat kerestek, de a gyanú csak nőtt, amikor kiderült, hogy egyik meglátogatott házban sem adtak a gyerekeknek e féle cukorbotot. A rendőrség többször elkísérte Ronald Bryant a kérdéses szomszédságba. Ő minden alkalommal ahhoz a házhoz vitte őket, amelyet csapatuk meglátogatott. Ám lakói nem nyitottak ajtót. Itt Ronald azt állította, hogy ő újra meglátogatta a házat, mielőtt utolérte volna a gyerekeket. Állítása szerint a tulajdonos ajtót nyitott, de bent a házban sötét volt, és egy szőrös, forradásokkal teli karnyúlt ki és felé nyújtotta mind az öt cukorbotot. A rendőrség felderítette a szóban forgó háztulajdonosát, aki egy Courtney Melvin nevű ember volt. Melvin légi irányítóként dolgozott egy közeli hobbi repülőtéren, és azt állította, hogy nem ért haza éjjel 11 előtt a munkából aznap, 31-én este. Amikor közel 200 tanú megerősítette ezt, Courtney Melvin kihúzták a potenciális gyanúsítottak listájáról, de ahogy folytatták a nyomozást, a rendőrség sokkoló felfedezésre jutott, amely felborított minden addigi felállított elméletet. Kiderült, hogy Ronald O'Briennek több mint 100 dollár adóssága volt, amíg nem talált egy szilárd, jól fizető állást, és a fia halálát megelőző 10 évben összesen 21 állása volt. Jelenlegi alkalmazója kihallgatás közben közölte a rendőrséggel, hogy munkahelyi lopással gyanúsították, és vészesen közel állt ahhoz, hogy kirúgják. Az autója lefoglalása határán át. Több banki hitelkeretet túllépett, ami a házuk lefoglalásához vezetett. Habár becsületes lelkésznek mutatta magát, Ronald élete nem volt egyéb, mint hazugságok és csalások tömkelege. Az is kiderült, hogy Ronald O'Brien életbiztosítást kötött a gyerekeire egy hónappal a mérgezés előtt egy 10 ezer dolláros kötvény és további 20 ezer dolláros kötvényt mindkét gyerekre. Ez a biztosító társaság ajánlata ellenére nem volt elég. Amikor kiderítették Timothy édesanyját és Ronald feleségét, Damien Bryant azt állította, hogy abszolút semmit nem tudott arról, hogy életbiztosítást kötöttek volna a gyerekeire. A végső kulcs a megoldáshoz az volt, hogy Ronald O'Brien megállt egy vegyi Houstonban, hogy ciánt vásároljon. Azonban üres kézzel távozott, amikor megtudta, hogy a legkisebb megvásárolható mennyiség 5 font. Bár ismételten ártatlanságát hangoztatta, O'Brien volt a főgyanúsított. A rendőrség sosem tudta meg, honnan vette O'Brien a ciánt, amit a fia esetében használt. Ám ettől függetlenül 1974. november 5-én letartóztatták Timothy meggyilkolása miatt. Ronádat egy rendbeli főben járó bűncselekmény, és négy rendbeli gyilkossági kísérlet miatt, tekintve, hogy fennállt annak a veszélye, hogy más gyerekek is fogyasztanak abból az édességből, ami Timothy halálát okozta. Kérelmet nyújtott be, hogy ne tekintsék mind az öt esetben bűnösnek. A tárgyalás során egy gyógyszerész, aki ismerte obrien elmondta, hogy kapcsolatba lépett vele a múlt nyáron, halálos cianid dózisokat illetően. Egy másik gyógyszerész azt állította, hogy Ronald azt kérdezte tőle, hogyan lehet a halálos kemikáliát megszerezni. Ráadásul Ronald barátja és munkatársa azt mondta, hogy Timothy halála előtt hónapokkal Ronald szokatlan érdeklődés kezdett mutatni a cián iránt, és arról beszélt, hogy mennyi időbe telne vajon amíg az elvenné egy ember életét. Mindazok, akik részt vettek Timothy temetésén, azt mondták, hogy Ronald egy hosszú vakációról beszélt, amit csak Timothy halála után az életbiztosítóktól befolyt összegből lehetett volna fedezni. O'Brien a tárgyalás alatt végigáltatlannak vallotta magát, Védekezése bizarr módon egy őrült, mérgező évtizedes városi legendáján alapult, aki tűkkel és törött üvegcserepekkel, zsiletpengékkel vagy méreggel teli élességeket akart Halloween napján adni. Bár semmi bizonyíték nem volt arra nézve, hogy ilyen gaztettet végbe ment volna valaha. E történetek gazdag fantáziára vallottak, 1975. június 3-án a bíróságnak mindössze 46 percébe került, hogy obrien főben járó bűn bűnösnek találják, majd egy óra elteltével halára ítélték. Nem sokkal ezután arra is ítélték, hogy váljon el a feleségétől, aki később újra férhez ment, és új férje adoptálta életben maradt lányukat, Elizabetet. Az eset és a későbbi tárgyalás általános figyelmet keltett, a sajtó pedig egy gúny nevet adott Ronaldo Briannek, amit biztosan mindenki ismer, a cukros ember. Halloween valamikor számomra az év legjobb részének számított. Egyfajta horror imádó voltam. Imádtam a horror filmeket, regényeket, játékokat órákra el tudtam merülni a YouTube creepypasta történeteiben, amelyeket megtaláltam. De mindez megváltozott egy Halloween éjszakáján, amikor néhány barátom és én találtunk valami, ami örökre megváltoztatta az életünket. Ez a halott ház története. Mindig imádtam a káosznak azon éráját, amely Halloween éjszakáján szokott megjelenni azt a becsavarodottan ünnepi érzést, ami az izgalom ragyogását adja hozzá az évnek egy különben sötét és zord időszakához. A csoki vadászathoz túl öregek voltunk már, de még mindig szerettünk volna barangolni az utcákon és elmerülni az atmoszférában. Emellett sokan szerettünk jelmezekbe rejtőzni, különösen ha alkoholt öntöttünk, mondjuk egy Mountain Dew üdítő üvegébe, és felcímkéztük a szörnyször felirattal. Haverunk Spike torony magasan megnyerte a jelmezversenyünket saját házilag készített proton és szellemítós kezes lábasával. Hetekbe telt ez számára, egy kis youtube festés nézve és filmeket bámulva az apróbb részletekét. Fantasztikusan nézett ki, és nem akarta kihagyni annak lehetőségét, hogy bemutassa a cuccot. Nekiáltunk hát vándorolni a szomszédságban, miközben boltban vett édességet eszegettünk, mivel már túl öregek voltunk a csoki vadászathoz, ami pedig a Halloween része. Ezeken a halloween sétákon nagyon érdekes volt látni, hogyan díszítették fel a lelkes, Halloween kedvelők a házukat. Az évek során ebből valósággal versenyt csináltak, a díszítések pedig évről évre kimunkáltabbakká váltak. Emlékszem, egyik család odáig ment, hogy ástak egy kis gödröt a házok előtt pázsitra, piros fény gyújtottak mellette, aztán befették fa lécekkel, amit kiegészítettek egy a lécek közül kinyúló műzombikézzel ez fantasztikusan nézett ki. Ezért csatlakoztunk egy csapat szülőhöz, és szelfiket készítettünk a hátborzongatóan eredeti dekorációval. Láttunk még néhány igen magával ragadó cuccot azon az estén. fákollógó műholtestektől megláncolt kutyákig, amelyek imádnivaló kis ölebeknek voltak öltöztetve. De semmi nem ragadta meg úgy a figyelmünket, mint a Backman Street végén lévő ház. Biztosan sokan hallottatok-e pokolbeli házakról, amelyek minden Halloween éjszakáján felbukkannak. Arról a leghírhettebbek, hogy az emberek kereshetnek néhány dolcsit a Halloween hangulattal így módon. Szóval ahogy megláttuk a házat a Backman Street-en, széleset ajtóival azt gondoltuk, hogy ez csupán a dekoráció része. Egy párocskát láttunk a háztól távolodni, meglehetősen rémültnek tűntek, így hát megkérdeztük őket, mi történt itt. Miért maradt a bejárati ajtó nyitva? Ú, ember, ebben az évben tényleg mindent kihoztak belőle, mondta egyikük. Annyira realisztikus minden ott bent, hagytunk néhány dollárt az asztalon köszönetképpen, mert hogy nincs borra valós csupor sehol. Látnotok kell, haver. Ebben egyetértettünk velük. Valami ijesztő dolog mindjárt itt a szomszédban. Ezt látnunk kell. Elszántan tanulmányoztuk a házat, amint felé haladtunk az utcán. A tornác alig volt díszítve a többi házéhoz képest, amilyeneket láttunk. Csak egy kivály tök és néhány felakasztott csontváz volt, amit közeledvén láthattunk. Ám abban volt valami fura, hogy a kocsik parkoltak a műúton valami döbbenetesen kaotikus. Azért odamentünk a bejárati ajtóhoz, de ott sem látszott valami különösebben kiterjedt díszítés. Ám mindez megváltozott, amikor beléptünk a konyhába. Az ebédlő székek egyikéről alvat vér csöpögött. A karfák körül kötelek lógtak szabadon, mintha éppen levágták volna őket valaki kezéről. Az asztalon néhány véres konyhai eszköz hevet, némelyiket szétcincát hús el legyek zömmögtek körülöttünk, rászállva a helyiségben lévő különböző vérfoltokra. – Wow! – mondta egyikünk halkan. – Mivel csinálták ezt a rengeteg bért? A házi legyek szeretik ezt a cuccot, de hogyan csinálták ezt a szagot? – kérdezte egy másik barátom. De aztán nem sokat gondolkodtunk ezen, annyira le voltunk nyűgözve és megdöbbenve, hogy folytattuk a járkálást a házban. A nappali valahogyan még a konyhánál is felkavaróbb volt. A kicsi, sötét színű fából készült dohányzó asztalon egy házilag készült baba ült, gyökerekből és gajakból összetákolva, náddal és száraz hővel átkötözve. Az arca agyakból készült, belenyomva egyetlen fényes kő, mintha egy küklop szeme lett volna. Körülötte tökéletes kőt alkotva levágott kéz és lábujjak meg kinyomott számgolyók. Mellette egy kötek dollár, előző látogatások után ott hagyva. Elővettem a pénztárcámat, elővéve néhány egy dollárost, mielőtt megkérdeztem volna a barátaimat, hogy van, -e mit itt hagyjanak köszönetképpen. Kb. 14 dollár lehetett nálam egy és két dollárosokból, amikor a dohányzó asztalra dobtam őket. Most pedig nézzünk szét az emeleten, aztán menjünk innen. Ez a hely a frász hozza rám, mondtam. A barátaim hallani sem akartak erről, megijedni egy család által üzemeltetett rémháztól. Micsoda idióta. Ám amikor megláttuk a gyerekszobát, akkor már ők is megrémültek. Bent a szőnyegen egy csomó plüssállat és egyéb játék között egy férfi ült. Először csak a hátát láttuk, Hosszú, gyér, őszhaja volt, és valahogy belepréselte magát egy kislány, rózsaszín fodros hálóingébe. Lefagyva álltunk az ajtóban, tágra nyílt szemekkel bámulva. Ahogy rémisztő küllemű öreg fazon csak ott ült, és játszadozott a játékokkal. Vékony, gyermekes hangon beszélve helyettük, azt játsz, hogy a játékok egymással beszélgetnek. Ez volt a legfelkavaróbb dolog, amit egész eddigi életemben láttam. Bárki is találta ki ezt a karaktert, nagyon kattant fantáziája lehetett. A férfi egy pillanatra szobor rá dermedt, megérezvén maga mögött a jelenlétünket. Ahogy megfordultunk, láttuk tejfehér szemét és feketedő fogait, aztán rohantunk az ajtóhoz. Nem is igazán rémültek voltunk, de azért megijedtünk, és idegesen nevettünk önmagunkon, ahogy kirohantunk az utcára. De ahogy kifutottunk a zsák utcából, piros és kék fények villantak meg a szemünk előtt. Zsaruk voltak azok, utánunk ki a báva, mielőtt berohantak volna a házba, amit épp elhagytunk. Távolról sem volt minden hamis ebben a házban. Az öreg ember egy szökött pszichiátriai beteg volt, aki még gyermekkorában ebben a házban élt. Az újságok szerint elszabadult az intézetből, ahol élt, és visszament abba a házba, amely gyermekkorában volt az otthona. Azt hitte, hogy az ott lakó emberek aféle betolakodók, megkötözte és megkínozta őket, mielőtt végzett volna velük. Soha nem tudtuk meg, mi történt a házban lévő gyerekekkel, de nem is vagyok benne biztos, hogy tudnám a dolgot helyén kezelni. 2010 Halloweenjének kora délutánján egy uhájói lakos, Devin Griffin épp hazatért, miután egy friss vasárnap reggelen a helybéli templomi kórusban énekelt. Soha nem hagyta ki a vasárnapi szolgálatot, és ez a minden szentek sem volt kivétel. Miután bement családi otthonának főkapuján, a 16 éves fiú felrohant a hálószobájába, hogy némi videójátékkal kikapcsolódjon. Egyfajta rutin volt ez a számára, a vasárnap reggeli korán kelés a barátaival való bűntelen online játszadozást jelentett. Néhány óra játék után Devin szünetet tartott, hogy harapjon valamit, ám úgy vette észre, hogy van valami szokatlan a házban. Csak délután egy óra harminc volt, mikor Devin csodálkozni kezdett, hol lehet a családja? Az édesanyja, szuzán Lisk, éjszakai műszakban dolgozott, tehát nem volt szokatlan tőle, hogy reggel sokáig alszik. Ám kora délutánig soha nem maradt ágyban. Kíváncsiságától hajtva Devin padlás szobájából lement a lépcsőn, és bekopogott a szülői hálószobába. Nem kapott választ, de ez nem állította meg. Devin kinyitotta az ajtót, és az édesanyját látta, amint ott fekszik nevelőapja, William Lisk mellett. Kesztenye barna agyapjúsá volt a fejükre csavarva. Devin halkan kérdezgetni kezdte őket, hogy mégis mikor akarnak felkálni, de megint csak nem kapott választ. Közelebb ment az ágyhoz, és meglátta az édesanyja lábát, ahogy kilóg a dunna alól. Megütögette, de semmi reakció. Ahogy Devin tovább beszélt hozzájuk, ösztönösen lehúzta egy kicsit a takarót. Az édesanyja párnája tűnt elő, vérbenázva. Egy-két pillanatig Devin képtelen volt felfogni, hogy mit is nézeget. Később azt mondta a nyomozóknak, hogy azt hitte csupán valami halloween tréfáról van szó, ha bár rendkívül tréfáról. Ahogy tovább nézte őket, hatalmas sebet vett észre az édesanyja nyakán. Sötét vérrögök formálódtak körülötte. Devin üvöltve rohant ki a házból. Örjöngve könyörgött a szomszédoknak, hogy hívják a mentőket. Visszatéréskor ott a Bob Bratton azt mondta, hogy az 53 éves William Lisk és a 46 éves felesége Susan Lisk, valamint 23 éves fiúk Derek Griffint halva találták. Az előzetes halott kémi vizsgálat kimondta, hogy halálokat lőfegyver okozta, vagy pedig valamilyen tompatárgy. tárgy. A gyanúsított a 24 éves ifjabb William Lisk volt, a meggyilkolt apa első házasságából származó fia. Csak nem 200 mérföldnyire a háztól tartóztatták le, és csak egy rendbeli gyilkosságért gyanúsították első fokon miután azt a tippet kapták, hogy a gyanúsított gyilkos egy fakonyhóban rejtőzik, amely egy távoli rokon tulajdona volt. Michael Ballas helyettes serifet utasították, hogy nézzen utána a kunyhónak. Amikor megérkezett, a helyettes egy fehér Ford kis teherautót vett észre, amely megfelelt annak a leírásnak, amely járművet az ifjabb Blisk vezetett. Amikor a férfi lakhelyéhez közeledett, jelentése szerint az ifja Blisk véletlenül eljött az egyszintes kunyhóból, cigarettázva, miközben a teherautón lévő postaláda fölé hajolt. Balasz fegyvert fogott rá, és leteperte a földre, fegyverrel sakban tartva, még az erősítés meg nem érkezett, hogy megbilincseljék a gyanúsítottat. Kerül serifje Dél Williams elmondta, hogy bizonyítékot találtak a gyanúsítottnál, ami arra utal, hogy most a halnyát és most a hölcsét is ő gyilkolta meg. De azok számára, akik ismerték ifjabb William Lisket, a gyilkosságok nem jelentettek valami nagy meglepetést. 2002-ben az édesapja Bill nem egyszer kihívta a bűnöldözőket, mert az akkor 16 éves fiú megfenyegette, hogy kártesz magában. A fiú akkoriban házi őrizetben volt egyéb kihágások miatt. A rendőrségi feljegyzések szerint az ifjabb liszk megpróbálta megtámadni a hozzájuk kiérkező rendőrtiszteket, és végül a fiatal korúak elé került a békés szándékú rendőr elleni erőszak miatt. Ezután 2004. októberében az ifjabliszk szóváltásba keveredett nevelőanyjával, akit ezután erősen melkason ütött. Két hónappal később a rendőrség nevelőanyja Susan elleni bántalmazással és kirablással vádolta. Állítólagosan leütötte egy kávésbögrével, azután elvette az autója kulcsát. Vádemelésre alkalmatlannak találták, végül ejtették a vádat. A fiatalabb lisznek ezután még legalább három találkozása volt a rendőrséggel, miután egy mentális betegeknek fenntartott otthonba került. Ezen esetek közé tartozott például, amikor az ifjabb verekedésbe keveredett édesapjával, amikor Bill az otthonhoz hajtott, hogy elvigye őt onnan. Közvetlenül ezután a rendőrség küszködve igyekezett valamilyen világos bizonyítékot találni a gyilkosságra. Az nyilvánvaló volt, hogy az ifjabb Liszk újra meg újra összeütközésbe került az igazságszolgáltatással, a börtönben tartózkodását és a mentális kezelés alatt történtek is beleértve. hanem, hogy mi késztette a fiatalembert ezeknek az érzéketlenül kegyetlen gyilkosságoknak az elkövetésére a saját szülei ellen. A nyomozás során fényderült arra, hogy Susan Lisk rendőrségi feljelentést tett mostoha fia ellen, azt állítva, hogy az megtámadta őt. A feljelentés nem egészen egy hónappal meggyilkolása előtt történt. Nagyon valószínű, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban az ifjabb édesapja számára. Múltbéli viselkedése, drogfogyasztása enyhén szólva antiszociálissá tette, de az idősebb William újra meg újra küzdött az idővel, hogy megelőzze fia függővé válását és bebörtönzését. Azonban nevelő nevelőanyja megtámadásával kétségtelenül túl messzire ment. A bíróság pedig az ifja Blisket első fokon bűnösnek nyilvánította három rendbeli gyilkosságban. A bíró pedig gyorsan háromszoros életfogytiglanra ítélte, feltételes szabadrábra helyezés nélkül. Liszk, anélkül, hogy egyetlen könycseppet is ejtett volna, azt mondta a tárgyalótelemben, amely tele volt olyan emberekkel, akik ismerték és szerették édesapját, nevölőanyját és most a öcsét, hogy nem tud magyarázatot adni arra, miért ölte meg őket oly brutálisan és éppen a végzetes Halloween napján. Nagyon szerettem a put, és rosszul vagyok, valahányszor arra gondolok, mit tettem, mondta Liszk. És nem tudom megmagyarázni, miért történt mindez, de azt gondolom, a mentális betegségem lehetett az oka. Liszk védőügyvédje szerint nevetséges, hogy ügyfelét legálisan épelmélyűnek nyilvánították különösen miután ismerték gyenge mentális egészségének történetét. Szerinte az sem ismeretes, hogy Liszk bevette-e a számára tudathasadásos betegek ellen felér gyógyszereket azon az éjszakán, bár alkoholt ivott. Nyilvánvalóan nem kellett volna alkoholt fogyasztania. Állandó problémát jelentette ez élete során az alkohol és a mentális betegség együtt. Ifjabb Liszk nővére Liza Körl azt mondta a bíróságnak, hogy családjuk élete örökre megváltozott. Sehogy sem értjük, hogyan történhetett meg mindez. Gyakran látunk ilyesmit a tévében, és azt gondoljuk, ez a mi családunkban soha nem eshet meg. Nagyon szeretsz valakit, ő pedig elvesz tőled valamit. Nem tudom, hogyan tudott ilyesmit tenni, aki pedig annyira szeret téged. 2015. március 31-én ifjabb William Lisket holtan találták cellájában az Ohioi csiliketbeli rossz javítóintézetben, saját kezüleg okozott sérülés által 29 éves volt. Évekkel ezelőtt néhány haveromnak és nekem sikerült meghívott szereznünk egy házi halloween bulira. Senkit nem ismertünk igazán ott. Csak azért sikerült meghívót szereznünk, mert egyikünk együtt dolgozott azzal a lányjal, akinek a diák lakása volt ez a ház. De mert szó szerint ez volt az egyetlen házi buli, ahova be tudtunk jutni, ez nem számított. Az a nagy helyzet a házi bulikkal, hogy minél idősebb vagy, annál nehezebb egy jó bulit találnod. A legtöbb ember korábban követi el a nagy is hibáit, aztán többet sohasem. Tehát hatalmas hurrával fogadtuk az ötletet, mielőtt belevágtunk volna kései 20-as, korai 30-as létünkre. Egy kis szolíriszogatás nagyon vonzónak tűnt. Megegyeztünk, hogy az én lakásomban jövünk össze némi előítalra, és vesszük fel a jelmezeinket. A jelmezeinket leginkább a haverunk kolléganője csinálta. Ilyen rémes jelmezeket meg soha senki nem látott. Az egyik fickó parókát húzott, és rendkívül bénán igyekezett használni a mamája sminkszereit. Kijelentve, hogy a Frangenfelder a Rocky Horror Picture Show-ból, de a harisnyatartójában lévő kövek nélkül a fűzőjében éppen csak úgy festett, mint aki sikertelenül próbált nemet váltani. Egy másik haver régi szerelést húzott, tehát valami katonának tűnt, vagy minek. De jó pár évvel telhetett, mióta utoljára viselte vagyis csípőben egy cseppet szélesebb volt a kelleténél. Feltételeztem, hogy rettenthetetlennek szeretne látszani, ám igazából csak nevetséges volt. Egy összes minden kétséget kizáróan Danny barátunk volt, aki egy nagyon meggyőző Michael Myers jelmezt húzott, és arra gondolva hát van, aki nem ismeri a filmben használt maszkot egy Star Trek költ kapitány maszkot viselt hozzá, azt is eléggé elnagyolva. Igen, a legikonikusabb horror figurák jelentek itt meg ócska, skifi kiegészítőkkel. Őrület mi? danny -nek azért sikerült lenyúlnia a maszk másolatát a bátyjától, aki egy igazi horror őrült volt. Ezek után már csak a papája régi szerelő kellett felvennie, és egy műanyag mészáros kést kézbe fognia és így már egész jó volt. Így hát, miután megtöltöttük a hasunkat a szupermarketben vásárolt olcsó elindultunk a házi bulira. A buli helyszíne 5-10 percnyi gyaloglásra volt a lakásomtól, ezért úgy döntöttünk, hogy gyalog menjünk már csak azért is, hogy kicsit megmátozhassunk a halloween atmoszférában. Nem is tudom, mit vártunk. Talán néhány szobát tele egymással csevegő emberekkel, miközben a hátsó szobából halkzene szűrődik ki. De minél közelebb értünk az utcához, annál inkább hallottuk a zene dübörgő basszus hangját, a légen át. Arra gondoltunk, hogy csak tréfa, hogy mi erre a bulira megyünk, pedig ez volt az. Itt vagyunk az aktuális lakóövezet közepén. Az összes többi házban aludni készülnek. Itt pedig az ajtó tárva nyitva, az emberek pedig jelmezben járnak ki és be. Színes fények, ködgép, a szokásos véres dj a hálószobában. Az egész ház hangszórókkal felszerelve. Élvezzük, amíg tart, fiúk, mert szerintem a rendőrség már úton van ide, mondta egyikünk nevetve benyomultunk a házba, és nekiálltunk elvegyülni vadidegenek között. Nem vonom kétségbe, hogy különben rendes gyerekek lehettek valahonnan délről, de tudták, hogyan kell budit nyomni. Nevettek rajtunk, amikor megtudták, hogy már megvettük a sörünket. A házigazda kivitt minket a hátsó kertbe, hogy megmutassa a sörrel tele holdókat és a jeges földröket. Annyit ihattunk, amennyi csak jól esett cserébe, mint a féle közösségi felajánlást, a hűtőjükbe tettük a magunk szobahőmérsékletű söreit. Néhány snobbal is összeakadtunk, akik a féle, hát titeket meg kihívott ide típusú gúnymosolyt küldtek felénk, de a legtöbben nagyon kedvesek voltak, különösen amikor rájöttek, hogy hoztunk egy spéci dohányt magunkkal. Sokat ittunk az éjszaka. Az első néhány órában a rendőrség sem jelent meg. Valószínűleg el voltak foglalva a többi bűnözővel, ám végül mégis felbukkantak. De őszintén szóval, ez csak része volt annak a felismerésnek, hogy nem is igazi házi buli a házi buli, ha minden lében kanalak fel nem bukkannak. Voltak éppen nagyon jól álltak az ügyhöz, nem kiabáltak, nem állítottak le semmit, és nem tartóztattak le senkit. Csupán annyit mondtak, hogy panaszt tettek náluk a lárma miatt. Még nevettek is, amikor valaki, aki felismerhetetlen volt a tömegben, felkiáltott. Szóval csak a férfi prostik, akiket rendeltünk. És itt kezdett furcsa lenni a történet. A buli folyamán Dani haverunk nagyon is a karakterének megfelelően viselkedett. Hangtalanul és ijesztően sétálgatott a szobában, a fejét lassan forgatva nézegetett körbe, pont úgy, mint maga Michael Myers. Majd valami örült táncra perdült, amin az emberek nevettek, ám fontos tudni, hogy úgy tűnt, élvezi ezt a szerepet. Amúgy sikerült megtalálnunk egymást a tömegben, annak ellenére, hogy abszolút ki voltunk ütve remáltunk meg készen arra, hogy úgy érezzük. Most már késő éjszaka van, ezért úgy döntöttünk, hogy elsétálunk egy 24 órán át nyitva tartó italboltba, hogy vegyünk még némi piát. Dani egész úton egyetlen árva szót sem szólt. Érdemes megemlíteni, hogy ő nem éppen beszédes, ha józan. Így hát, ha dühös, általában egyáltalán nem beszél. Csak léhegve nevet, ha valami mulatságos dolog történik. Ahogy ott álltunk az italbolt előtt. Kivárva, még a bent lévő kisebb csapatot kiszolgálják, észrevettem valami szokatlan Danny játék mészáros késén. Esküdni mennék, hogy az éjszaka kezdetén egy nem valódi kés volt nála. Most azonban észrevettem, hogy a kezében lévő kés rohadtul igazi. Mielőtt az italbólban észrevették volna, hogy valódi, és kihívták volna a rendőrséget, lassan kivettem a kést a kezéből, némileg kiakadva azon, hogy ennyire hülye lenne, mi ellop egy kést a házi budiból. Aztán, mint valami filmben, a telefonom megszólalt a zsebemben. Előhúztam a kijelzőn, pedig Dani neve jelent meg. Az első gondolatom az volt, hogy Dani elvesztette a telefonját, vagy valami ilyesmi, és valaki engem hív. Az utolsó ember, aki hívott, hogy tudassa, hol találhatja meg biztosan. Így válaszoltam. Igen, tudom, a barátom egy idiót, remélem nem lopott semmi mást el. A vonal másik végén a hang viszont maga Dani volt. Határozottan Dani kérdezte, hova mentünk. Elájult a ház fődőszobájában. Annyira kiütötte magát. Ekkor döbbentem rá, hogy egy vadidegennek a kését tartom a kezemben akárki volt is az, arra is rádöbbentem, hogy kesztyűt visel, ami Dani nem volt. Az idegen fickó bakancsot visel, még Dani. Fekete edzőcipőt. A barátaimnak fogalma sem volt arról, mi folyik itt. Azt hitték, le akarom döfni egyik közeli barátunkat. De amikor rájöttek, miről van szó, ők is nagyon kiakadtak azon a fickon, és kérdezgetni kezdték, mit akart voltak éppen azzal a késsel, minket követve. A pasas végül felszívódott az utcán, amíg üldöztük. Fogalmunk sem volt, mit fogunk tenni, de dühösek és rémültek voltunk. Tehát valamelyest örülök, hogy végül mégsem kaptuk előtt.